Budapest Bábszínház, Bambi, bevezető narráció. Szöveg, narrátor, Bakos Éva, tandemcsoport. Tapasztalati tanácsadó, Helle Maximilian. Kedves gyerekek! A következő percekben a Budapest Bábszínház Félix Salten Bambi című meseregényéből készült előadásának bevezető narrációját hallhatjátok. Bakos Éva vagyok, az előadás audionarrátora. Én fogom majd az előadás alatt fejhallgatón keresztül elmondani nektek, mi és hogyan történik éppen a színpadon. Az előadás előtt megkapjátok az adóvevő készülékeket, és megmutatjuk, hogyan kell használni. Az előadás befejezése után pedig összegyűjtjük őket. Az előadáshoz színpadbejárás program kapcsolódik, ahol megismerkedhettek a díszlettel, a kellékekkel, találkozhattok néhány bábbal és az őket mozgató szereplőkkel. Félix Salten, magyar származású osztrák író, Budapesten született. Bambi című könyvét 1923-ban írta. A Kis Őzgida történetét Walt Disney rajzfilmje tette világhírűvé, melyet 1942-ben mutattak be a mozikban. Gimesi Dóra, a színház dramaturgja, így ír az előadásról a színház honlapján. A vén tölgyfa tövében egy tavasszal Őzgida születik. Az ifjú herceg lábra áll, megteszi első bizonytalan lépéseit, elkezdi felfedezni a világot maga körül. Először a tölgyfát, majd a mezőt, végül az egész erdőt. Megismerkedik a bőbeszédű szajkóval, a hiú fácánkakassal, a károgó varjúval. Barátja lesz a mókus, a macskabagoly és a többi fiatal őz. Megtanulja, mi a játék és mi a veszély. Átéli a nagy rémületet, és féli őt, akinek villámok fakadnak a kezéből. Ahogy a tavaszból nyár lesz, a nyárból ősz, az őszből tél, Bambi is változik. Kinő az agancsa, és az egykori kisgyerekből fiatal felnőtt lesz. Megismeri a szerelmet, legyőzi az ellenfelét, megtanul egyedül járni az erdőn. Megérti az élet nagy körforgását. Amikor pedig a harmadik tavasz is eljön, már ő az, aki a fák rejtekéből figyeli a világot épp felfedező őzgidákat. A Félix Salten regényéből készülő előadásban a sűrű erdő, a tágas rét, az évszakok örök körforgása mind belefér egy gyerek szobába. A költői és humoros felnövés történetben minden a világot épp felfedező gyerek és minden az erdőn már egyedül járó felnőtt magára ismerhet. Bambi története tehát egy erdőben és egy réten játszódik, amely a színpadon úgy jelenik meg, mintha egyben gyerekszoba is lenne. A játéktér hátterében és két oldalán töredezett kérgű nyírfák nyúlnak a magasba. Csak fekete repedésekkel barázdált karcsú fehér törzsük látszik, az ágaik nem. Előttük világos színű bútorok. A színpad közepét egy ágy foglalja el, mely letakarva és zöld fénnyel megvilágítva domb, takaróját levéve pedig színes virágmintás zöld húzatával mezővé alakul át. Négyszögletes asztalka a bokor, mely egy fácán család fészkét rejti. Az ágytól jobbra egy kétajtós, alul két fiókos kis szekrény áll, mely az öreg tölgyfa vaskos törzse is egyben. Kihúzható fiókjai a tölgyfa tágas odúi, melyek remek búvóhelyek az erdő kis állatainak, de egy virágládában ott kaptak helyet a tölgy tövében nyíló ibolyák is. A háttérfalon a szekrény magasságában két ablaknyílás van. A baloldaliban egy nagyméretű televízión mindig az épp aktuális helyszínt ábrázoló vagy a történéshez kapcsolódó állóképet vagy filmbejátszást vetítenek. A jobb oldali előtt párkány, ahová az öreg tölgy madárlakói, a macskabagoly, a szajkó, a szarka és a varjú ülnek, mint egy faágra. Az ablakok között keskeny téglalap alakú sáv húzódik, ami hátulról megvilágítva áttetszővé válik. Itt játszódnak az árnyjáték jelenetek. Az ablakok alatt a háttérfalon láthatatlan ajtónyílások vannak. Itt hol a szereplők, hol különböző díszletelemek jelennek meg vagy tűnnek el észrevétlenül. A színpad előterében a padló két oldalán egy-egy csapóajtó nyílik, ahonnan a vakontúrások és a vakondok bukkannak elő. Az ágyal együtt lesüllyedő középső rész pedig a játékban néha völgy, néha szakadék. Ahogy Bambi növekszik, úgy kerülnek ki lassan a gyerekbútorok, hogy átadják helyüket a fiatal ősz felnőtt élete újabb helyszíneinek.
Az előadásban a díszlet mellett fontos szerepet kapnak a fények is. A környezet, a helyszínek, a napszakok és hangulatok változását a világítás változásával és vetítéssel is jelzik. Így nappal vagy tavasszal ragyogó sárga és élénk zöld, napnyugtakor veszély vagy szerelem idején vörös fény, éjszaka pedig kékes félhomály vagy sötétség van a színpadon. Apró, keringő és sziporkázó zöld fénypontok a Szent János bogarak és a csillagok. Villogó színes fények jelzik a veszélyt, amikor az őrző madarak a szárnyukkal verdesnek. A nyírfák és a tölgy dús lombkoronája, a röpködő pillangó, a vadludak V-alakban elhúzó csapata, a hulló őszifa levelek, a zuhogó eső és a szállingozó hópihék a háttérre vetítve jelennek meg. Az előadásban különböző technikával mozgatott bábok szerepelnek, így néha látjuk, néha nem az őket mozgató színészeket. Az őzeket rugalmas fémpálcával, zsinórokkal és fogantyúval mozgatják. A vakondok kézre húzható kesztyűs bábok. A fácánokat és csibéiket hosszú rúddal keréken tolják. Az egér távirányítású, de van három színész által mozgatott szarvasbáb és árnyáték is. A színészek egyforma hosszú ujjú térdigérő felsőt és nadrágot viselnek fehér tornacipővel, melyek ugyanolyan színűek és mintázatúak, mint a háttérben álló fák törzse. Így olyan észrevétlenül beleolvadnak a környezetbe, mintha ők is nyírfák lennének. Vannak, akik nem csak egy, hanem több bábot is életre keltenek. Az öreg fejedelem az egyetlen olyan szereplő az előadásban, akit nem báb, hanem ember játszik. Őt egy bokáig érő hosszú ezüstöskék bőrkabátot, fekete kesztyűt és egész fejét elfedő ezüst agancsos, kék és ezüst falapokból megformázott őzmaszkot viselő színész alakítja. Az előadásban szereplő állatok bábjai a valódi állatokétól eltérő élénk színűek. Anya és Bambi zöldes kék, a többi őz acélkék. A gidák oldalai és háta apró fehér pöttyökkel van tele szórva, amelyek eltűnnek, mire felnőtt őzek lesznek. A mókus lila, a macskabagoly zöldes sárga, a fácánok és csibéik sárga, a nyúl piros, az egér fehér színű. Az erdő lakóinak őrzői, a szajkó, a szarka és a varjú különböző méretű és árnyalatú zöld színű madarak. Az ősszel az ágakról lehulló leveleket a színészek táncukkal jelenítik meg. A falapokból készült őzbábok mozgatás közben olyan kopogó hangot adnak, mint az őzek apró patái. Emellett a hang mellett Bambi történetét felvételről bejátszott zenei aláfestés és különböző hangeffektek is kísérik, így az előadás alatt előfordulnak váratlan, erős hanghatások. A színház az előadást 8 éven felüli nézőinek ajánlja. Az előadás hossza 90 perc, egy szünettel. Az előadás alkotói. Író Félix Salten. Színpadi adaptáció Hársing Hilda. Látványtervező Árvai György, Szűcs Edit. Zeneszerző Tallér Zsófia. Rendező Szilágyi Bálint. Az előadás szereplőinek bemutatkozása. Márkus Sándor vagyok, és az előadás első felvonásában én játszom a fiatal Bambit, az előadás második felvonásában pedig Feline kisfiát Génót, Perry szerelmét Porrót és a piros nyuszit Hopszot. Teszárek Csaba vagyok. Az első felvonásban láthattok engem hátul árnyban, amikor átvonulnak a királyok, ezek a idősebb őzek nagy szép koronával, utána árnyék vadászként, aki szintén elmegy hátul, majd bejön egy gyönyörű nagy szarvas, akit lelő egy vadász, ez három részből tevődik össze, ott is én vagyok az egyik része. Az első felvonásban egy piros nyúl is vagyok. A második felvonásban pedig én vagyok a felnőtt Bambi. És Pigel Anna vagyok, és ebben az előadásban én játszom Perrit, a mókust, egy varjút és a fácán csibéket. Blasek Gyöngyinek hívnak, és ebben az előadásban én vagyok a macskabagoly és a hullófa levél. A macskabagolynak ugyanolyan a hangja, mint az enyém, csak egy kicsikét visítós, ijeszgetős, szereti ijeszteni a új jövevényeket. A hullófa levél pedig arról szól, hogy tavasz van, meg nyár van, meg ősz van, és utána pedig tél, és az ősszel, ahogy hullanak le a levelek. Beratin Gábor vagyok, én játszom az öreg fejedelmet az előadásban.
Én nem báb szereplő vagyok, hanem élő figura. Egy nagy őz maszk van a fejemen. És még egy szerepem van az előadásban, az őszi levél. Barna Zsombor vagyok, és én játszom Gobót. Ellinger Edina vagyok, egy őzmamát játszom, ő Ena. Enának két kicsinye van, Faline és Gobó. Ezen kívül pedig Vakondot játszom még. Hoffer Károly vagyok, és a Bambi című előadásban a Szarkát, Janellót, a fácánapukát, és Ronnót, az őzbakot alakítom. Rusz Juditnak hívnak. Az előadásban három őrző madár van, akik a veszély esetén az erdő lakóit figyelmeztetik. Én közülük a Szajkó madarat játszom, ez egy zöld kismadár, ő a legkisebb testű madár, és amikor veszély van, akkor a szárnya alja erőteljesen villog. Az előadás folyamán még van egy szerepem, fácán mama vagyok, egy sárga, kerekeken guruló csattog a szárnya, van egy férjem, és öt kis csibénk van. Remélem, ez a rövid ismertető hasznos lesz számotokra. Találkozunk az előadáson, várunk benneteket szeretettel. Helyszín: Budapest Bábszínház, nagy színpad. Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 69. Tömegközlekedéssel megközelíthető 4-es és 6-os villamossal az Oktogon, Kisföld alattival és 105-ös autóbusszal a Vörösmarty utca, 73-as és 76-os trolibusszal az Andrássy út Vörösmarty utca megállókig. További információk a plusz 3620 32 88 367-es telefonszámon, vagy a tandemposta@gmail.com e-mail címen. Forrásanyagok: www.budapestbabszínház.hu és a Wikipédia.